Köszöntöm nézőinket, hogyha a Borbás Istvánné nevét említem önöknek, akkor biztos vagyok benne, hogy többségüknek eszébe jut a Hunyadi Mátyás középiskola, és igazgatónő talán mondhatom, hogy az ön neve tulajdonképpen egybe is fort ezzel az intézménnyel. És hát ami egy fordulat mindenképpen, és én magam is meglepve hallottam, hogy több mint 4 évtized után búcsút intett az iskolának, nyugdíjba vonult. Néhány hete mondhatni azt, és talán kicsit elébe megyek már a búcsúztatóknak is, volt, aki azt mondta, hogy saját maga főnöke lett, azt csinál, amit akar. Hát eljött ez a pillanat, hogyan élte meg, hogyan vált meg az iskolától, hogyan lépett ki a kapun? Hát tulajdonképpen az iskolától 12 év után váltam meg a vendéglátóiparitól. A pedagógus pályára mondhatjuk a 4 évtizedet. Én 1967-ben végeztem, de mivel abban az időben nagyon rá voltunk utalva, hogy középiskás korunkban is dolgozzunk. Én 16 éves koromtól minden nyáron egy idénynapközit vezettem Kisszékelybe, ami közalkalmazotti munka volt, és azt beszámították, úgyhogy az én munkaviszonyom 67. március 23-ától kezdődött, és gyakorlatilag most a felmentési időm 2007. március 31-ig tart. Tehát a pedagógus pályán kis kitérővel 40 évet töltöttem, és ezt a döntést saját elhatározásomból hoztam, azért is, mert elértem a 62 évet, és azt gondolom, hogy most egy kicsit szabadabb és nyugodtabb életre is igényem van. Hogyan éltem meg? Nem, mindenki, aki ismer, azt gondolta, hogy én azt mondom, hogy nehezen. És ez nem az iskolával szembeni tiszteletlenség, de nem éltem meg nehezen. Tehát én megelégedéssel éltem meg. Én azt gondolom, hogy megtettem, amit tőlem telett, és most egy kis nyugalomra vágyok. És ami ezt alátámasztja, az az a tény, hogyha jól tudom, természetes, hogy az utódja és hát az egész tanári kar arra számított, mondhatom talán így, és arra kérte önt, hogy maradjon még az intézményben és tanítson, de önt ez abszolút nem foglalkoztatta ez a gondolat, és a felkérést is határozottan elutasította. Valóban én elhatároztam, de ezt már 2 évvel ezelőtt ezt a döntést meghoztam, hogy ha én elmegyek nyugdíjba, akkor én valóban egy kicsit új életet szeretnék kezdeni. Tehát más beosztással, más elfoglaltsággal. Ez nem azt jelenti, hogy én elhatároztam, hogy magamra csukom az ajtót, és többet nem is hallatok magamról, de most egy kicsit úgy érzem, hogy a legnagyobb főnököm az óra volt mindig, hogy most jó lesne, hogyha nekem nem csengetnének be, nem csengetnének ki, hanem egy kicsit magam osztom be az időmet. Ezt részben indokolja a magánéletem jelenlegi körülményei is. A férjem beteg, és én a gyerekeimnek megígértem, hogy most valóban teljes állásban feleség, szülő és nagyszülő akarok lenni, vagy leszek. Én nem dicsekvésként mondom, de nagyon jó gyerekeim vannak, nagyon jó fiaim és menyeim, csodálatos unokáim, és abban reménykedek, hogy nekik még nagyon nagy szükségük van rám. Ezzel talán azt is mondja igazgatónő, hogy ez az elfoglaltság, vagy ez a pálya egy kicsit elvette önt a családtól. Ezt érzem ki a szavaiból. Legalábbis az utolsó évben ezt éreztem. Tehát ahogyan mindennek rendelt ideje van, én azt gondolom, hogy a nyugdíjra is mindenki megérik. És én most azt érzem, hogy az elmúlt év azért is nehéz volt, mert annyi más minden feladatom lett volna a családban, ami miatt néha lelkiismeret furdalásom volt, hogy nem úgy végzem el, ahogy régebben ezt tudtam. Ez valószínűleg a koromból is adódik, hogy nem megy minden olyan flottul, olyan gyorsan.
és egy árandó, permanens készenlétben voltam, mindig úgy éreztem, hogy valahol nem teszek eleget. Ha éppen az otthoni dolgokat csináltam, akkor mindig úgy éreztem, hogy jaj, Istenem, a kollégáim mit mondanak, hát ha szükség van rám. Ha az iskolában voltam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy Úristen, mi történik otthon, csak nincs semmi baj a férjemmel, mindent megcsináltam-e, és ez azt hiszem egy kicsit jobban igénybe vette a munkabírásomat, mint a pályám kezdetén. Az is mutatja, hogy készült erre a döntésre, hogyha mondhatom így, akkor nagyon szépen akarta megtenni a leköszönést is. Elárulta, hogy minden kollégának, minden iskolaigazgatónak, minden olyan szervezetnek, akikkel kapcsolatban volt, köszönő és elköszönő levelet írt tulajdonképpen, és hát természetes, hogy ezekre számos reakciót kapott, sokan érdekes kis kártyákkal, érdekes kis üzenetekkel nyugtázták azt, hogy a nyugdíjba vonulás mellett döntött. Igen, ez valóban így van. Én azt hiszem, hogy ez alatt a 40 év alatt az én életem teljesen Tolna megyében zajlott, és nagyon sok olyan közeli munkakapcsolatom alakult ki, amikért hálás vagyok a kollégáimnak, azoknak az igazgatóknak, azoknak az irányítóknak, azoknak az oktatás közelében valamilyen módon dolgozó embereknek, akik velem együtt csinálták ezt a pályát. Tehát én a 62 évemből 5 évet töltöttem Szegeden, a többit mint Tolna megyébe. Kisszékely, Dombóvár, Simontornya, Szekszárd. Hát Szekszárd a leghosszabb, tehát itt már 27. éve élünk, és azt gondolom, hogy Szekszárd lesz a győztes is az időben, mert hát nem hiszem, hogy már annyi év vissza van az életemből, ami akár egy másik városba ennyit jelentene, de az egész Tolna megye tulajdonképpen az ismeretségi körömbe tartozik. Az előbb azt mondtam, hogy egy kis kitérővel 4 évig voltam a megyei tanácsnak a gimnáziumi felügyelője, és ezzel együtt akkor a nem szekszárdi, hanem Tolna megyei gimnáziumokban tanító kollégákkal is nagyon szoros kapcsolatom volt. És nagyon jól esett, hogy visszahívtak, nagyon jól esett, hogy néha komoly, néha viccesebb kis kártyákkal kívántak nekem minden jót, és jó lenne hinni, hogy igazuk lesz, hogy tényleg minden jó lesz. Tele van tervekkel, ezt is tudom, és mielőtt mondjuk a konkrétumokról beszélnénk, azért azt is meg kell kérdezzem, hogy bár általában ebben a műsorban törekszem arra, hogy ne politizáljunk, de tudok arról is, hogy több oldalról is megkeresték, hogy így mondjam, hogy vállaljon a politikai szintéren is fontosabb szerepeket, akár képviselő jelöltnek is felkérték, buzdították, de azt mondta, hogy bár szívügye a közélet, de ezekre a felkérésekre is nemet mond. Igen, most valóban így érzem, hogy kell egy kis idő nekem, amíg hát egy kicsit a bennem felgyűlt fáradtságot valóban ki tudjam pihenni. Én nem azt mondom, hogy soha. Tehát ezt nehezen lehet kimondani bármikor egy közéletben valaha is dolgozó embernek, hogy soha nem csinálom ezt vagy azt. Tehát nem tudom. Most úgy érzem, hogy tényleg nem akarok semmi olyan elkötelezettséget, ami pontos időbeosztást, olyan feladatokat ír elő, hogy nehezebben osztom be esetleg a magánjellegű időmet. Most úgy gondolom, hogy ez az első, de hogyha telik az idő és még egészséges leszek, azt nem mondom, hogy idén jellegűen vagy eseti alkalmakkor, ha felkérnek, akkor bizonyos dolgokat nem végzek el. Nagyon szívesen, tehát most is a nagy unokáimmal tulajdonképpen teljes gőzzel készülünk a tanév indításra, és én azt gondolom, hogy azért ez mind azt jelenti, hogy én teljesen nem csukom magamra az ajtót. Természetesen szívem csücske máig is Kisszékely, tehát
meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ott is a választások után a dolgok. Gyakorlatilag én ott bizonyos ígéreteket is tettem a kiszékei polgármesternek, illetve a könyvtár és a közösségi ház vezetőjének, hogyha ráérek, akkor a kiszékei iskola történettel kicsit behatóbban foglalkozom. Ez nagyon nagy elhatározásom. Remélem, hogy ez olyan, ahol saját magam osztom be az időmet. De hát azt, hogy ne tudjak arról, hogy mi történik a városban, a megyében, a szülőfalumban, azt biztos, hogy nem fogom sem elhatározni, sem teljesíteni, hanem én igenis ezekkel foglalkozni szeretnék. Ha már említette az unokákat, és hogy most velük készül tulajdonképpen a becsengetésre, akkor egy kicsit ismerjük meg őket jobban. Hány unokája van, tehát tulajdonképpen hányan lesznek azok, akik most, hát szerintem nagyobb kényeztetést fognak kapni a jövőben? Hát 4 unokám van, de van 2 nagyszerű fiam, 2 nagyszerű menyem. Én azt gondolom, hogy a nagyoknak is néha szükségük van, hogy segítsek. A nagyobbik fiam, aki szintén pedagógusa, az Adi szakközépiskolában, neki 3 gyereke van, a legidősebb unokám az evangélikus gimnázium 6 osztályos gimnázium osztályában 10-es, az utána következő elsős lesz az első Bélába, a 3-as verzió számú, a Babics általános iskola 3. osztályos tanulója, és van egy nagyon pici, egy 7 hónapos a kisebbik fiamnál, akik ugyan Pécset élnek, de ott is szeretnék valamilyen módon úgy részt venni, vagy segíteni nekik, hogy a munkájukat, mint fiatalok, tudják végezni. Hát azt hiszem, hogy 4 unoka mellett nem lehet unatkozni, és hát úgy megoszlik a korosztály, mennyire tudja felvenni a versenyt a mai változó világgal, változó szemlélettel. Én azt hiszem, hogy most minden életkorból kap egy kis betekintést, vagy akár még, hogyha visszautalok ugye a munkára is, mennyire sikerült pedagógusként, iskolaigazgatóként is elfogadni azt, hogy bizony nagyon megváltoztak a gyerekek, nagyon más lett a világra a rácsodálkozás, a szemlélet. Én azt hiszem, hogy aki 40 évtizedet tölt ezen a pályán, annak ezekkel is szemben kellett nézni, és talán olykor, ezt már az ember saját magán is tapasztalja, sokszor bizony nehéz már akár a 10 évvel fiatalabbakat is bizonyos területen megérteni. Nem tudom, engem sose a gyerekek fárasztottak. Én ezt nem mondanám. Tehát ha én a 4 évtizedes munkának a végén azt mondtam, hogy úgy éreztem, hogy kicsit fáradtabb vagyok, akkor az nem a gyerekektől volt, tehát nem a tanulóktól. Tehát én úgy érzem, hogy például matematika szakosként általában szoktak, hogy is mondjam, kikerekedett szemmel hallgatni az ismeretlenek, hogy milyen ijesztő lehet valaki. Tőlem általában nem azok a tanulók szoktak tartani, akiket tanítottam, érdekes módon. És nagyon jó a kapcsolatom a tanulókkal. Ebből következőleg én azt gondolom, hogy a családom belül is az unokákkal abszolút módon egy húron tudunk pendülni, és otthon nem a pedagógust játszom, tehát otthon nagymama vagyok igazából. De erre tudatosan is figyelt például? Tehát, tudatosan. Hogy véletlenül sem a gyerekeivel, vagy éppen az unokákkal szemben? Igen, igen, igen. Úgyhogy néha a nagyobbik fiam, aki szintén pedagógus, meg is dorgált, hogy köszönöm szépen, hogy idézőjelben, hogy segít, ezt mondtam, ez egy dolog, te a szülő vagy, te neveled, én a nagyszülői meg elrontom. Úgyhogy természetesen amelyik a matematikát szereti, az a nyilvánvaló, hogy a szakomról is beszélgetünk, de nem csak erről. Tehát ilyeneket ígértem nekik, hogyha bármelyik tantárgyból valami probléma van, a szülők nem érnek rá. Én nagyon gyorsan és szolgálatkészen megyek és megkeresem. Most például éppen a kalandozások a fizika világában, ez van az asztalomon, mert éppen valami fizikai dologról beszélgettünk az egyikkel, és akkor ezt kellett nézni, akkor ebbe olvastunk egy kicsit bele,
És én azt hiszem, azért nem vagyok szakbarbár. Volt olyan kollégám, aki időnként megkérdezte, mikor egy-egy iskolai ünnepélyen beszédet kellett mondani, vagy csak spontán megnyilatkozásként valamilyen módon egy-egy rövidebb összeszedett szöveget mondani. Mindig azt mondták, hogy egyszer csak elő fogod venni a magyar szakos diplomádat, titokba itt tartod. Valóban én nagyon szerettem a történelmet, nagyon szerettem a magyar irodalmat is, és én próbálom úgy ezt a nagymama szerepet leélni, hogy ebbe azért legyen benne segítőkészségként a pedagógus, de nem az oktató, hanem a nagymama, mint pedagógus. Mint érdeklődő, mint barátokat látogató ember vissza fog járni az iskolába? Lesznek alkalmak, amikor bemegy? Hát Zita, ez részben attól függ, hogy hívnak-e. Tehát nyilvánvaló, hogy erőszakosan én nem igazán szeretném magamat a volt kollégáimra, a volt tanítványaimra, a volt iskolámra rá erőltetni. De ha bármelyik úgy érzi, hogy most éppen valamilyen módon szeretne velem beszélgetni, akkor nagyon szívesen. Tehát 10. osztályosokat hagytam például ott. Nekik meg kellett ígérnem 1000-szer, hogy bármikor, ha ők hívnak, megyek. És én megígértem, hogy nyilvánvaló ezt meg fogom tenni, de úgy, hogy én toljam magamat előtérbe, és akár erőszakosan is csak ott tüsténkedjek, ezt nem szeretném, mert én azt gondolom, hogy ez sem a volt kollégáim, a volt tanítványaim sem nekem nem tennének jót. Ugye azt hiszem, hogy ilyenkor az embernek az életében talán ez egy olyan időszak is, amikor elgondolkodik, amikor lehet, hogy vannak, akiknek eszébe kellene, hogy jusson, lehet, hogy voltak, akiknek eszébe is jutott, akár köszönetet mondani, akár elismerni egy munkát, vagy egyáltalán csak annyit mondani, hogy köszönöm. Megtörténtek ezek, hogy érzi, és mondjuk mi volt a legnagyobb elismerés, amit a munkájáért kapott? Én azt gondolom, hogy mindent megkaptam, ami ilyenkor az embernek, hát hogy is mondjam, jól esik. A fenntartó, a megyei önkormányzat a maximális juttatásokba részesített, ami egy nyugdíjba vonulót tulajdonképpen megillet. Az elnök asszony személyesen is, közösség előtt is nagyon meleg szavakkal köszönt el tőlem, és ez természetesen nagyon jól esik. A legnagyobb, azért én azt gondolom, ez a pedagógusságomból is szerintem következik, amikor a gyerekek köszöntek el tőlem a különösen az az osztály, ahol pótosztályfőnök voltam, ahol matematikát tanítottam, ahol még a bizonyítványosztás utolsó napján is, én aznap elnök voltam egy másik iskolában, és az utcán elértek, és akkor fényképezkednem kellett velük. Tehát ezek olyan szívmelengető dolgok, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy biztos, hogy nem megkeseredetten megyek nyugdíjba, hanem tényleg úgy, hogy jó leső érzéssel elismerték a munkámat. Hát ami ilyenkor szokásos, természetesen a minisztériumból a pedagógus szolgálatért emlékérmet megkaptam. Ez is egy dolog, de én azt hiszem, hogy nem ez a legnagyobb. A kollégáim nagyon szépen búcsúztak tőlem. Ami a legnagyobb meglepetés volt számomra, az lehet, hogy a Garai étteremnek, a dolgozóinak a köszönése. Ugye a Garai étterem 7 évvel ezelőtt került az iskola kezelésébe, és én azt hiszem, hogy ennek az étteremnek a kialakításában nagyon nagy szerepünk volt Kovács Jánossal.
és az ott dolgozó 10 felnőtt, az majdnem mind már 99 óta ott van, és nagyon sok tanítvány van. Tehát akik tanítványként is a miénk voltak, meg dolgozóként is a vendéglátóipari szakközépiskolához tartoznak. Sőt, ilyen egyéni kellemes dolgok is. Van ott például olyan dolgozó, akinek a nevelőapja engem óvónéninek szólított. És ugye mi akkor, amikor 99-ben elindult, akkor kitaláltunk egy logót is, egy G-betűs logót, és az egyik nagyon nagy meglepetés az volt, hogy ahogy ők elköszöntek tőlem, a logót megkaptam egy medálként, egy G-betűt. És itt is van. Igen. Úgyhogy ezek mind olyan, tényleg még egyszer mondom, hogy szívmelengető dolgok, ami gyakorlatilag könnyűvé tette az elválást, és azt gondolom, hogy egyúttal megerősített abba, hogy azért hasznos dolgokat is tettem. Erre a köszönetmondó levélre is Kós Károlytól, az építésztől egy nagyon rövid, de nagyon találó idézetet találtam. Ezzel köszöntem el tőlük, ami úgy szólt, hogy tettem, amit kellett, ahogy lehetett, és ahogy tudtam. Hát ebben minden benne van valóban. Ugye az aktív pihenésről beszéltünk tulajdonképpen, hiszen a könyvtervek, az egyéb más területen azért az elhatározott dolgok ott vannak, és én biztos vagyok benne, hogy ez önnél meg is fog valósulni. Van-e azonban valami olyan, így a beszélgetés végén kérdezem, ami mindig foglalkoztatta, amit mindig szeretett volna, és eddig nem volt rá ideje, de most biztos, hogy eljön ennek is a lehetősége, és ez is megvalósul majd. Nagyon szeretek olvasni. Nagyon érdekes, például mindig szimultán több könyvet egyszerre, és én azt érzem most az elmúlt 3 hétben is, hogy talán itt sokkal több lehetőségem van, mert tényleg nem kell nézni az órát, hogy becsengetnek, és most abba kell hagyni. Én azt hiszem, hogy szeretném azokat az elmaradt dolgokat bepótolni, hogy megvettem a könyvet, de már idő nem volt rá, hogy elolvassam. A másik nagyon nagy elhatározásom az, hogy a számítógép alkalmazásába legyek olyan profi, hogy az unokáimmal legalább egy szinten, és valamennyire tudjam őket úgy segíteni, hogy esetleg, ha megkérnek, hogy egy anyagot rendezzek össze, akkor ezt tudjam megcsinálni. És a harmadik pedig az, hogy a saját kertelésemre, amik elmaradtak, mert nagyon szeretek utazni, hogy azokra a helyekre eljussak, ahol idő hiányában még eddig nem volt alkalmam. Ugye mi elő- és utószezonban sose tudtunk menni, nekünk mindig a főszezonba kellett, és akkor meg nagyon sokszor a tömeg miatt az embernek nem volt kedve. Most ilyen elhatározásaim vannak, hogy a közelebbi részhez kerékpározni szeretnék, és amiket meg nem láttam, oda pedig más járművel, de eljutni. Hát mi ehhez kívánunk akkor nagyon-nagyon jó egészséget, és akkor azt, hogy most ez az idő valóban már végre az ön hatalma alá tartozzon, és ne az idő határozza meg tulajdonképpen azt, hogy ön mit tehet, hanem ön használja ki az idő adta lehetőségeket, és minél jobban. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Még egyszer gratulálunk ehhez a 40, több mint 40 évhez. Én azt hiszem, hogy egy pályán ennyi idő, ez mindenképpen elismerést érdemel, és tényleg azt, hogy mindarról, amiről beszélt, az megvalósuljon, és esetleg akár legközelebb egy kis székelyi történelmi könyv kapcsán, iskola történeti könyv kapcsán is beszélgethessünk. Köszönöm szépen még egyszer a nézőknek a figyelmet, köszönöm meg, várjuk önöket legközelebb is, viszontlátásra!